Szeretettel köszöntöm a Szegletkő nézőit. Az iskola az egyház veteményes kertje. Ezzel a mondással érzékeltették régen az egyházi iskolák jelentőségét. Évtizedekkel ezelőtt egy tolvonással megszüntették ezeket az intézményeket, amelyeket a rendszerváltozás után nem volt könnyű újraindítani. Mai műsorunkban három protestáns gimnázium örömeit és gondjait szeretnénk bemutatni. Elsőként a Református Egyház Patinás Lónyai Gimnáziumát, amely még nem a Lónyai utcában működik. Áldás, békesség! Isten megdicsőség! Üljetek le! Ezekben a napokban, hetekben a Márk evangéliumot olvassuk. Láthatjuk, hogy Jézus megáll egy vámos asztal előtt, és elhívja őt a követésére. Ez ma is megtörténik. Ebben a szürke, profán, hétköznapi életben Jézus megáll mellettünk, és azt mondja, hogy kövessük őt. 1859-ben alapították a református eleink ezt a gimnáziumot. Akkor még az akkori Szénatéren, ami ma a Kálvin tér, ott épült egy gimnázium. Később ezt kinőtték, akkor elkerültek a Lónyai utcába. Ez egy hatalmas négy utcára néző épülettömb, amiben jelenleg a Közgazdaságtudományi Egyetem működik. Sajnos 1951-ben államosították. Mikor mutatkozott remény a újraindításra? A remény egy percig sem szűnt meg. A régi diákok folyamatosan szívükön hordozták a gimnázium ügyét, imádkoztak érte, és amint tenni lehetett, tettek is. És így aztán 1993-ban sikerült újraindítani az iskolát, de nem az eredeti épületében. Az épület visszakapása akkor még távolinak tűnt, átmeneti megoldásként sikerült elhelyezkednünk, kormányhatározat biztosítja számunkra, hogy 2000. július 31-én a Közgazdaságtudományi Egyetem átadja a Lónyai eredeti épületét újra. A szűkös körülmények bizonyos fokig összekovácsolják a tantestületet is, és a diákságot is. Mi most lelkiekben építjük az iskolát, a lelki házat építjük, próbálunk egyre színvonalasabban tanítani, és reméljük, hogy ez sikerül is. Megpróbáljuk a természettudományos képzést erősíteni azáltal, hogy természettudományi, illetve reál tagozatokat indítunk a hetedik osztályokban. Ez azt jelenti, hogy heti két óra helyett heti három órába tanítjuk például a kémiát. Úgyhogy reméljük, hogy a gyerekek érdeklődése jobban a természettudományok irányába fordul, hiszen ezt a heti egy órát kifejezetten kísérletekre szeretnénk felhasználni, és az ilyenkorú gyerekek tudjuk, hogy nagyon szeretnek kísérletezni. Tanárnő tankönyveket is írt. Hogyan gazdagítja egymást az elméleti és a gyakorlati munka? Hát feltétlenül kapcsolatban vannak egymással, a kísérleteket kapcsoljuk természetesen az elméletben tanultakhoz. Én a tankönyveimben szerettem volna a kémiának inkább a kísérleti, gyakorlati vonatkozásait kidomborítani. Remélem, hogy sikerült. Egy embernek, így a mi diákjainknak is, nagyon fontos, hogy megismerje a hazáját. És itt kapcsolnám azt, hogy nagyon fontos, hogy megismerje a szétszóródott magyarság történetét és a szétszóródott magyarság mai helyzetét. Ennek szellemében, vagy ezt követve, minden évben igen sok kirándulást szervezünk az ország területére, és ugyanakkor én magam szervezek mindig kirándulásokat Erdélybe, ahol egy ilyen 10-15 napos kirándulás alkalmával járjuk körbe-karikába Erdély gyönyörűséges szép tájait. Itt szeretném azt megjegyezni, hogy ebben a munkában messze menő támogatást kapok a szervezésben és mindennemű munkában iskolánk igazgatóságától, vezetésétől, személyesen igazgatónőnktől, Madarász Imrénétől, aki szintén szívügyének tekinti azt, hogy a magyarságtudat, a nemzettudat a gyerekekben kialakuljon. Testvériskola, illetve testvérosztály kapcsolatot alakítottunk ki a Sepsiszentgyörgyi Mikó kollégiumnak a református osztályaival, és már két osztály is cserélt így, hogy egy-egy hétre átmentünk mi oda, egy osztállyal részt vettünk az ottani tanításon, és megismertük az ő életüket, és ők is eljöttek ide, és egy hétig itt jártak a mi gyerekeinkkel iskolába, és megismerhették a nevezetességeket, Budapestet és a környéket. Mit jelent számodra a Lónyai gimnázium diákjaként a szép magyar beszéd? Nagyon sokat jelent számomra, a gimnáziumban is arra nevelnek minket, hogy
Szeressük a hazánkat, és a hazaszeretet egyik megnyilvánulása, úgy hiszem a magyar beszéd ápolásában egyik. Számomra különösen nagy ennek az aktualitása azért is, mert a szüleim Kárpátaljáról települtek át, és különösen nagy hangsúlyt fektettek a nevelésünkben arra, hogy tényleg szépen beszéljünk. Én Áprili Lajos versmondó versenyen vettem részt, melyen kötelezővé tettek egy Jékeli verset, illetve a magyar irodalomból szabadon választott szerelmes verset. Áprili Lajos iskolánknak volt a tanára, illetve a Bármadas gimnáziumnak az igazgatója, és ezt a versenyt minden évben más gimnázium rendezi meg, idén Pécsen kerül erre sor. Minden református gimnáziumban van egy Solidao Gloria csoport, akik szoktunk találkozni többször is évente. Csendes hétvégéket, valamint nyáron egy tábort szoktak szervezni. A csendes hétvégék mindig más városban szoktak lenni, és így az országos mozgalomnak is van egy saját munkája, és minden kisebb csoportnak is van egy saját munkája az iskolán belül. Különösen is sokat dolgoztok a Tiszafüredi otthonban. Milyen munkát végeztek ott? Igen, ez egy református egészségügyi gyermekotthon, ahol fogyatékos, szellemi, illetve testi fogyatékos gyerekek vannak. Ott lehet végezni, vállalni kerti munkát, konyhai munkát, és aki már többször volt, akár több alkalommal, több éven keresztül, vállalhatnak gondozói feladatot a gyerekek mellett. Megismerkedhetünk egy teljesen más világgal. Azoknak a gyerekeknek a világával, akik ugyan szellemileg nincsenek olyan képességeik, mint nekünk, viszont lelkileg sokkal többet tudnak adni számunkra. És ez szerintem valahol egyfajta figyelmeztetés is, hogy mi se felejtsük el azt, hogy nem csak a szellemiek vannak, hanem nagyon fontos a lelkiek és a szeretet. Az iskola tornaszertárában nem csak súlyzók és medicínlabdák vannak, hanem az asztalon egy szentírás is. Mikor nyílik ki ez a Biblia? Minden reggel a napot kezdő áhítaton mi is ugyanúgy, ahogy a többi órán, testné és órát is a napi igének a felolvasásával kezdjük, református bibliaolvasók alaúz szerint, és egy rövid imádsággal, esetleg pármondatos ige magyarázattal. Hogyan van lehetőség az iskolában általában a lelki közösség megélésére? Hát ezen kívül még lehetőséget adnak a csendes napok, amit általában istentisztelettel, áhítattal kezdünk, énektanuláson kívül elsősorban kiscsoportos beszélgetésekre fordítunk nagy hangsúlyt. Itt előjöhetnek olyan kérdések is, amik a hittanórán a tananyag elsajátítása mellett ritkábban kerülnek sorra. Testnevelésben és sportban milyen sikereket értek el a diákjaik? Hát elsősorban azok a diákjaink értek el sikereket, akik egyesületbe járnak, ott sportolnak. Gondolok itt jelenleg 12. B-osztályos Jármi Mártonra, aki kajakkenuban kiemelkedő, tavaly két világbajnoki ezüstérmet szerzett. '98-ban az Ifjúsági Európa Bajnokságon lettem kétszeres második helyezett 500 méteren és 1000 méteren kajak négyesben. Mennyiben lehet összeegyeztetni a tanulást és a versenyszerű színvonalas sportolást? Mivel a tanárok szerencsére nagyban segítenek és hozzájárulnak, hogy pótoljam a hiányzásokat, ezért azt lehet mondani, hogy igen, egyszerűen. Mégis időben, elfoglaltságban mit jelent ez neked? Ez hát az edzések délután 3-tól tartan egészen 6-7 óráig, és reggel iskola előtt is van edzés, ezért a tanulása sajnos estére marad. Hát én szeretnék világversenyen igen jó helyezést elérni. Mondjuk így, hogy igen jó helyezést. Ez jelenthet aranyérmet is? Akár. Akár. Jézus,
iskolában 4 idegen nyelvet tanítunk, angolt, németet, franciát és latint. Az óraszámok nem túl magasak, heti 3 órában tanítjuk ezeket a nyelveket, viszont próbáljuk egyéb eszközökkel az intenzitást elősegíteni. Már 2 éve van egy testvériskolai kapcsolat egy Stuttgart melletti német középiskolával. Ez azt jelenti, hogy minden évben a 11-es diákok egy csoportja kiutazik Németországba, 2 hetet ott töltenek el az iskolában. Egy másik kapcsolatunk a hollandiai Rotterdami Guido de Pré középiskolával, egy református középiskola. Itt angol nyelven folyik a kapcsolattartás. Szeptemberben voltak itt hollandiai diákok, szintén diákjainknál voltak elszállásolva, és május végén mennek vissza a mi diákjaink. Itt angol nyelven leveleznek azóta is, és hihetetlen segítséget nyújt ez a személyes kapcsolat. Ezen kívül minden évben ősszel szervezünk egy idegen nyelvű szavaló versenyt. Már második évfolyamába lépett egy idegen nyelvű újság, ennek FLED a neve, a kezdőbetűk a különböző idegen nyelveket reprezentálják, amiket itt tanítunk. Ez a gimnázium úgy gondolom, hogy egy csodálatos hely, mert itt nagyon jó együtt lenni a diákokkal, nem csak nyelvórán, hanem reggel a tanítás megkezdésétől egészen a tanítás befejezéséig. Ennyire kötődik személyesen ehhez a közösséghez? Én nagyon kötődöm. 2 gyermekem is ide jár, pillanatnyilag az egyik most érettségizik, másik kisebbik pedig ez évben jött ide. Nagyon-nagyon fontos számunkra a lónyai. Iskolánk egyházi iskola, tehát igen fontos központi helyen áll a hitben való nevelés. A hitben való nevelés mi nekünk tanárunknak azt jelenti, hogy nem gyermekközpontú ez a nevelés, hanem Krisztus központú. Vagyis nem én vagyok a fontos, hanem mindaz, amit Isten számunkra rendelt. Ez a mi értékrendünknek a központja. Az angol órával akkor fejezzük be a mai napra a tanítást, és mondjuk el közösen a záró imádságot. Áldjad én lelkem az Urat, és egész belsőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. Áldás, békesség! Istenem! Hasonló híres múltra tekint vissza, és reményteljes jövő elé néz az evangélikusok Deák téri gimnáziuma. Milyen gyökerei vannak a Deák téri evangélikus gimnáziumnak? Több gyökere van. Most volt ősszel a pesti gimnáziumi oktatás 175. évfordulójának ünnepsége. Tehát a 1820-as években indult itt a gimnázium, de ez akkor természetesen fiú gimnáziumot jelentett. Akkor a század elején fölépítették a Fasori gimnáziumot, és elvonult innen a gimnázium a nagy hírű professzoraival. És itt maradt a elemi iskola, meg a lánypolgári. Most a jelenlegi volt növendékek túlnyomó többsége ebbe a leánygimnáziumba járt. Ezek közül a legfiatalabb is fölül van a 60-on. 52-ben az akkori protestáns egyházi vezetést bizonyos nyomással rávette az állam, hogy felajánlja nagy hírű iskoláit. De most, amikor 88-ba visszakerült a Fasor, 89-ben nyitotta meg a kapuit, de a szervező munka ugye 88 őszétől ment, akkor még nem is álmodtuk azt, hogy igen rövid idő alatt bármelyik iskolánkat visszakérhetjük, gyakorlatilag szinte mindegyiket vissza is kaptuk. Egy olyan év után, amit egy művelődési házban töltöttünk, 57 diákkal és 5-6 tanárral, egy olyan év után, ami egyébként nagyon barátságos volt és családias,
sikerült beköltözni ide, következő évtől elindítottuk a 8-osztályos gimnáziumot is, úgyhogy jelen pillanatban párhuzamosan fut nálunk egy 8-osztályos tagozat és egy 4-osztályos tagozat. A mi iskolánkban 60-70%-ban evangélikus tanárok tanítanak, és akik nem azok, azok nagy része is kötődik a maga felekezetéhez. Azok is, akik úgy kerültek ide, mint akiknek semmi közük nincsen, semmiféle felekezethez, valahol hatása alá kerültek a testület szellemének. És van olyan, akinek az életében nagyon komoly változást és fordulatot hozott. Az a puszta tény, hogy 2-3 éve itt tanít. Mi ez a szellem, hogy lehetne szavakba önteni? Ha valaki egyszer keresztény ember, akkor valahol valami sugárzik belőle. És ez az a sugárzás az, amit végül is mérni, pontosan definiálni nem tudunk. De hogy a diákjaink is és a kollégáink is érzik, hogy ilyen van, azt sokszor megtapasztalt. Tehát mondhatjuk, hogy nincsen keresztjén matematika, de van keresztjén matematika tanár. Ez a dolog lényege. Keresztjén tanárok azok, akikben én hiszek, hogy ezek tudják a keresztjén iskolát csinálni elsősorban. Egy részfúvó zenekarra van az iskolának, amit Bence Gábor tanárul, zenetanárul vezet. Különböző egyházi ünnepeken, szalagavatókon lépünk fel, így hárman trombitálunk, és van egy pozan és egy bariton. Az iskolában ezen kívül a komoly zenén kívül szoktunk fellépni egy könnyű zenei együttessel is, ami a zeneiskolánkban szerveződött, és hát ebbe is hárman vagyunk trombitások, van egy harsonásunk, és ott van egy dobos is. Úgy hívnak minket, hogy füstölgő ventilek. És hát tulajdonképpen mi is szalagavatókon szoktunk leggyakrabban fellépni. Már több olyan szereplésünk is volt, ahol táncoltak a mi zenénkre. És hát mondjuk ilyen téren elég nehéz beszerezni ilyen kottákat, és fejleszteni a repertoár, de igyekszünk. Ebben az iskolában olyan emberek vesznek körül, és olyan barátokra találtam, akik hasonló környezetben mozognak, mint én. Közük van az evangélikus egyházhoz, és nem idegen számukra olyasmi, hogy ifjúsági óra vagy ifjúsági tábor. De természetesen nem mindenki ilyen, és ez nem is várható el, és így jó, hogy sokszínűek vagyunk. Talán érdekessége az iskolának az, hogy nagyon sokan tanítanak úgy hittant, hogy nem lelkészek, hanem hitoktatók, és ezen kívül itt az iskolának rendes tanárai. Én magam is német hittanszakos vagyok, vannak magyar történelem hittanszakosok, 5 ilyen kolléganőnk van, és csupán 3 lelkész jár be az iskolába hittant tanítani. Minden reggel hétfői áhítattal kezdjük a hetet, nap elején, nap végén közös imádság van, évközben több alkalom van, hogy csendes napot is tartunk, de bizony a hittanóránál ez egy probléma, nagyon nehezen értik meg a gyerekek, és nagyon nehezen értik meg a szülők is azt, hogy a hitnek ismeretre kell épülnie, és a hittanórán nagyon komoly tényanyagokat kell megtanuljunk.
Mikor újra indulhatott a hittanoktatás, akkor nagyon kevés tankönyv volt egyházunkban, gyakorlatilag gimnázium alsó évfolyamain használható könyv egyáltalán nem volt. Ennek a hiányát éreztem én akkor, amikor elkezdtem hittan tanítani, és egy év után azt éreztem, hogy így nem lehet folytatni, valami segédeszközt a gyerekek kezébe kell adni, és aztán ennek az egy évnek a tapasztalatait próbáltam meg részben beépíteni ebbe a könyvbe, hát részben nagyon sok mindent tettem még hozzá. Nagyon szeretnénk, hogy sok közösségi program legyen az iskolában, sajnos ez még fejleszthető, vagy még nem tartjuk elégnek ezeknek a mennyiségét. A tanításon kívül vannak csendes napok a tanárok és a diákok számára is. Néha beszélgetések meghívott előadóval, vagy egymás között. A tanároknak volt az első fél évben egyszer az evolúcióról, a közelmúltban a drogról meghívott előadóval beszélgettünk. Működik a természetjáró szakosztályunk, egyre több lelkes fiatal gyerekkel, egy testnevelő kolléga vezetésével, és az osztályfőnökök, illetve a fakultációkat tartó tanárok viszik múzeumba a gyerekeket, vagy hívunk egyetemistákat, régi évfolyamtársainkat, akik valamiről beszélnek nekik. Legjelentősebben a Deák téri gyülekezet támogat bennünket. Sok gyerekünk van a Deák téri konfirmandusok, illetve hittanosok, ifjúsági tagok közül. Nekünk nagyon fontos, hogy a természettudományos képzés is erős oldala legyen az iskolának. Sajnos állandóan harcolnunk kell azzal az előfeltevéssel, hogy a Deák tér, ami régen lánygimnázium volt, inkább humán. Talán véletlenül is alakult úgy, hogy jó, erős és lelkes, odaadó természettudományos tanáraink vannak. Intézményileg nem tartozik egyik egyházhoz sem, hanem egyesületi keretek között működik immár második éve a Szilveszter János Protestáns Gimnázium. Szeptemberében tudtuk megindítani az iskolát, ezt egy másfél éves szervező munka előzte meg. Adva volt egy tanárcsapat, akik már kipróbálták a közös munkát éveken át, és magunk előtt egy olyan közös feladatot láttunk, amit úgy gondoltuk, hogy talán folytatni tudunk. Egy tanár egyesületet alakítottunk, ez az iskola fenntartója, és így tárgyaltunk több önkormányzattal épületügyben, és végül itt a 14. kerületben kaptuk meg ezt az épületet, ami összevonás miatt ürült meg. Hogyan tudják az iskolában megvalósítani a hitoktatást, illetve a keresztény nevelést? Hát természetes, hogy ez nem az oktatás helyett, vagy nem annak a rovására van, hanem azzal együtt, mert természetesen korszerű műveltséget szeretnénk adni a gyerekeinknek, de úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy a saját életüknek, meg a világnak a kérdéseibe eligazodjék, abban nagyon fontos erőforrás a keresztény hit. Itt a mi iskolánkban is van olyan osztály, ahol az egyharmada katolikus,
katolikus hitoktató tartja nekik a hitoktatást, a Biblia ismeretet együtt tanulják, sok, és sok minden egyébben is lehetséges az, hogy ez ne. Hogy a felekezeti határ az ne ember és ember közötti határ legyen. Egyébként mi mindenkit arra biztatunk és próbálunk nevelni, hogy a saját egyházában és a saját gyülekezetében találja meg a helyét, mert ez a jó és ez a normális, de az élet az arra is tanít, hogy ezek a határok ne ember és ember közötti határok legyenek. A hitet, mint erőforrás csak a teljes szabadság légkörében lehet, vagy érdemes, mint választási lehetőséget a gyerekek előtt megmutatni. Ez pedig nem beszédben, szövegekben, rábeszélésekben jelentkezik, hanem ha jelentkezik, akkor talán a tanárok példájában. Hogy ez aztán mennyire lesz hatékony, ez nagy felelősség és nagy kérdés is számunkra is. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy ma Magyarországon leginkább arra volna szükség ezeknek a gyerekeknek, hogy a lelki és a szellemi teherbírásuk erősödjék. És ehhez nem elég a műveltség, nem elég az, hogy esetleg a versenyeken helyt tudnak állni. Ez a versenyre való felkészítés egyébként is csak egy töredék része annak, amire esetleg az életben szükségük lehet. Sokkal inkább fontos lenne, hogy nem csak a kudarctűrő képesség, hanem esetleg a sikertűrő képesség is. Ugyanakkor az, ami nagyon fontos, hogy a testületben a bizakodás és a jókedv tartalékai ne fogjanak el, ez úgy érzem, hogy másfél év után is megvan. Tehát az atmoszféra az olyan, amit nagyon szeretném, ha így maradna. Ezt viszont azt hiszem, hogy ebben nekem nagyon kis részem van, talán nem rontok rajta, de igazából ez a tanárok belső lelkitartásából következik. Hozzá kell tennem, hogy vannak olyan kollégáink, akik nem vallják magukat hívőnek, és mégis otthonra találnak itt közöttünk, vagy a nehézségek ismeretében szívesen jönnek ide. De hát ez pedig ebből fakad, hogy itt egy nyílt légkör fogadja a bejövőket, gyerekeket is, tanárokat is, ahol senkinek nem kell, mondjuk így, hogy képmutatóan formaságokhoz alkalmazkodnia, hanem egy barátságos nyílt érdeklődéssel vehet részt mindenben, és hogyha nem ellenséges az iskola célkitűzésével, akkor bárki meg tudja találni itt a helyét. Tehát azért fontos a keresztény nevelés, mert meggyőződésem szerint a legfontosabb erőforrás ahhoz, hogy ezekben a helyzetekben talpon maradjon az ember, de a hitnek együtt kellene kiművelődnie, össze kellene fonódnia az értelemmel, a tudással, az ízléssel. Milyen kapcsolataik vannak a határon túli magyarokkal? Hát a tanárok személyes kapcsolatain túl, ami nagyon sokrétű, idén mélyült el a kárpátaljai kapcsolatunk, nem kizárólag az árvíz miatt, hanem mert szeptember óta van két kárpátaljai kislány az iskolában, akiknek ott családi és egyéb okok miatt nagyon nehéz lett volna a továbbtanulás, őket befogadta egy 4 gyerekes magyarországi itteni házas pár, és hozzánk hozták ezt a két kislányt. A szülők 30 kárpátaljai gyereket láttak vendégül 3 héten át. A gyerekek itt voltak iskolaidőben nálunk, de hát mi inkább programokra vittük őket. Gyors és elemi segítség volt az ottaniaknak az, hogy amíg az iszapot lapátolják a lakásból, addig legalább a gyerekekről nem kellett közvetlenül gondoskodni. Én nagyon remélem, hogy ez a kapcsolat tovább fog működni tanulmányi kirándulásokban és kevésbé tragikus körülmények között is. Nagyon figyelünk arra, hogy az órákon kívüli délutáni alkalmakon együtt munkálkodás sok formája megvalósuljon. Az énekkarban is a zenélésnek nagyon jó hangulata van. Az ünnepek előtti alkotó délutánokon sok tanár részt vesz, tehát nem csak egy
gyűjti maga köré gyerekeket, hanem lányok, fiúk, tanárok, tanárnők bejönnek, és maguk is talán részt vesznek a készítésben, karácsonyi díszek készítésében. Így ennek az izgalmát, az ünnepekről való készülődésnek az izgalmát és az együttalkotásnak az örömét is megosztjuk a gyerekekkel együtt. Ilyenkor mindig sok alkalom nyílik arra, hogy egészen informális dolgokról is beszélgessünk gyerekekkel, és kérdezhessenek is, akár viccelődhessenek. Mennyiben tud egy tanár hitbeli kérdésekben diákjai segítségére lenni? Én nagyon jó helyzetben vagyok, mert angol-latin szakos révén a nyelvek lehetőséget adnak arra, hogy sok példával éljek, és hogyha egy-egy osztállyal az évek folyamán, vagy hónapok folyamán közelebb kerülünk egymáshoz, akkor, és ha van bátorság az embernek, akkor tud esetekben a maga életéből nehézséget, konfliktust, annak a megoldására egy kicsit illusztrálni, vagy példamondatként használni. A latin nyelvtanítása közben számtalan történet merül föl, ahol konfliktus kezelésről van szó. Érdemes párhuzamot vonni a pogány világ megoldásai és egy keresztény ember konfliktus megoldó eszközei és technikái között. Tanár úr, milyen közösségi alkalmak vannak az iskolában? Az iskola indulása óta igyekszünk megteremteni sok közösségi alkalmat a tanórán kívül. Elindult idén egy túraszakkör, amit én vezetek. Ennek egy elég furcsa neve van, a Csúványos Makacs Barátainak Szakköre. Ezen kívül tánctanulási lehetőség van, történelem tehetséggondozás, péntek délutánonként kézműves foglalkozás, angol klub, működik az iskolánkban énekkar és zenekar is, egyelőre egy kis kamarazenekar, amit a énektanárnő szervez. Az iskola újságunk egyrészt az eseményeket mutatja be, amelyek a tanév során történnek, mint egy visszatekintve és krónikát adva elmúlt időszakról. Másrészt az iskolának a protestáns keresztény jellegét hivatott bemutatni a diákok számára és ezt erősíteni, illetve teret adunk minden kezdeményezésnek a diákok részéről, kezdve a rajzaiktól, verseiken keresztül különböző szövegelemzéseik és beszámolóik az ő tollukból fakadnak. Nagyon sokféle gyerek jár az iskolánkba, különböző a háttér, ahonnan jönnek, tehát más az életvitelük, gondolkodásmódjuk, más szerepet tölt be az életükben a tanulás, máshogy állnak ehhez hozzá. Vannak olyanok, akik gyakorolják a hitüket, vannak olyanok, akik nem. És mivel az iskolánk egyetemes értékekre szeretné tanítani a gyerekeket, ezért nagyon fontos, hogy példát adjunk, tehát mi tanárok is, és hát természetesen a gyerekek felé nagy-nagy türelemmel és szeretettel kell lenni. Hogy tudják elérni azokat a gyerekeket, akik talán nem tartoznak egyházközséghez, gyülekezethez? Próbálunk következetesek lenni, próbálunk hozzájuk is toleránsak, szeretettel viselkedők lenni, és próbáljuk a tanulmányokon keresztül, a tantárgyakon keresztül megismertetni őket ezzel a világgal, hát ha megfogja őket. Magyar és történelem szakosként mennyiben van erre lehetősége? Nagyon nagy lehetőségek vannak a magyarban és a történelem tantárgyban is természetesen, tehát a korszakokban, a kultúrákban, a gondolkodásmódban és hát az értékek közvetítésében ezek a tárgyak mindennél fontosabbak. Köszönjük figyelmüket! Szegletkő című műsorunkkal legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk ismét. A viszontlátásra!